Manapság szinte mindig és mindenhol adatok keletkeznek, például akkor, amikor telefonálunk, vagy amikor elhaladunk egy térfigyelő kamera előtt, mondta a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából szervezett természettudományos délutánon Hajnal Béla. A TIT Jurányi Lajos Egyesületének elnöke arról számolt be, meglepő, de volt, aki megbecsülte, hogy a világon mennyi információ adat keletkezik évente. Ez 13-ban 4,4 zettabájnak adódott, amiről a becslések szerint 2015-ben már ennek a duplája 8,8 zettabáj lesz, hogy el tudják képzelni, ez azt jelenti, hogy 10-21-en bájt. Na most én voltam olyan szorgalmas, hogy rávetítettem, hogy ez a Föld egy lakójára mit jelent, tehát elosztottam 7 milliárddal, és ez azt jelenti, hogy minden évben 1.250.000.000 adat keletkezik évente minden egyes föld lakóra vonatkoztatva. És itt ugye a tudománynak óriási szerepe van abban, hogy ezt hogy kell értelmezni. Ennek néhány 10%-át hasznosítják, elemzik. Az egyesületi elnök hozzátette, így a jövő nagy feladata olyan szakemberek, úgynevezett data scientist, azaz adattudósok képzése, akik majd az adatforradalmat vizsgálják szakszerűen, hiszen a háztartásokról, egyéni felhasználókról, okostévékről vagy akár az úgynevezett intelligens hűtőkről gyűjtött adatok hatalmas lehetőséget rejtenek magukban, melyből a gazdaság is profitálhat, a piac gyorsabban tudna reagálni a változásokra, igényekre, vélik a szakemberek. A természettudományos délutánon az ökológiai lábnyomról is hallhattak az érdeklődők, az érték terület alapú és azt fejezi ki, hogy mekkora mennyiségű földre és vízre van szüksége egy társadalomnak önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. Az érték egyénekre, de akár országokra is kiszámítható. Ez az ökológiai lábnyom, hogyha most a mostani világ népességet veszük alapul, akkor nagyjából 1,8 hektár. Tehát minden tevékenységünket átszámolunk területalapúra, összeadjuk, és akkor kijön, hogy kinek mennyi az ökológiai lábnyoma. A magyar lakosságnak egy lakosra jutó ökológiai lábnyom az nagyjából 3,7 hektár. Tehát azt jelenti, hogy ha mindenki úgy élne, mint a magyar állampolgár, akkor nem egy, hanem két bolygóra lenne szükségünk, mert az 1,8 hektárt éppen megduplázzuk. A szakemberek azt mondják, a természetre gyakorolt hatásokat kellene csökkenteni, hiszen azzal lehet egy-egy országnak, városnak vagy éppen közösségnek kisebb az ökológiai lábnyoma.